A programok által formálható igazi közösségé a fiatalság, ez is az egyik fontos feladat köre a Hieroteosz Egyesületnek. Az ifjúság jelenlegi szerepéről, illetve a jövőben betöltött fontos funkcióiról tartott az Egyesület konferenciát Máté Szalkán. Kis András főtitkár előadásában hangsúlyozta. Ezekben a napokban is jól látszik, hogy van felelősség érzet a fiatalokban. Rengeteg önkéntes tevékenykedik a háborús menekültek megsegítésében is. Én magam is több olyan adomány szállítványal mehettem fiatalokkal együtt a határra, ahol láttam azt a korosztályunknak, láttam az adakozó kedvét, láttam azt, hogy segíteni szeretnének, hogy befogadnak bajba jutott embertársainkat, kárpátai magyarokat. Én azt gondolom, most látszik, hogy mekkora érték az, hogy itt Magyarországon, itt Máté Szalkán, itt szabolcs szatmár megyében, B békében, biztonságban, gyarapodásban és egy biztos jövőben, amit családban tudunk elképzelni, élhetjük jövőnket. Nőnap apropóján központi téma volt a nők szerepe Magyarországon. Illés Boglárka, Fidelitas elnöke az anyaságról, a család és a munka összehangolásáról osztotta meg tapasztalatait a hallgatósággal. Ma Magyarországon, hogyha egy nő gyermeket szeretne vállalni, akkor minden segítséget megkap. Nem úgy, mint 2010 előtt, amikor azt a lehetőséget is elvették, hogy adott esetben három éven keresztül, ha a gyermek három éves koráig otthon tudjanak maradni. Most már egy nő akár otthon maradhat, visszamehet dolgozni, a programnak köszönhetően jó kezekben tudhatja a gyermekét, tudja, hogy vigyáznak rá, gondoskodnak róla, de adott esetben a nagyszülőket is ebbe be tudja vonni. Olyan adókedvezmények vannak, vagy például a a adó visszatérítés, amely kedvezőek és egyértelműen abban az irányba mutatnak, hogy a fiatalok ne csak akarjanak, vagy ne csak tervezzék a gyermekvállalást, hanem ezek a vágyaik meg is tudjanak valósulni. Kovács Sándor országgyűlési képviselő kifejtette, az idősebb generáció feladata átadni azokat az értékeket, ami által a következő évtizedekben is keresztény nemzetalapú ország maradhat Magyarország. Ez a családi normkövetés az a fajta hagyományos, konzervatív vonal, ami ezt a magyar társadalmat jellemzi ezer éve, azt gondolom, hogy ezt kell folytatnunk, a fiataloknak ezt kell átvenni, de valahogy ezt meg kell fűszerezni, meg kell nekik fogalmazni, mert mi idősebbek már ezt el tudjuk mondani, hogy mit jelent ez, de Isten igazából nekik most ezen a kerekasztal beszélgetésen megpróbálunk ezeket a mintákat fellebben tenni, a maga élményei alapján, hogy milyen irányba is kell valakinek élnie, vagy pedig a normát követni a saját Belül. A konferencián elhangzott az alig négy hét múlva esedékes népszavazáson és sok múlik a fiatalokon, akik az Európai Unió által kritizált gyermekvédelmi törvények kapcsolatban tehetik világossá álláspontjukat.